Köszöntöm a kedves hallgatókat a Nemzeti Könyvtár Cselvei névre keresztelt podcast sorozatának következő adását hallják, a 30 -at. Ahogy eddig is, most is Solymos Jákos hangmérnök segíti a munkánkat. mai vendégünk Csudár Anna Mária, a Nemzeti Könyvtár főigazgatói kabinetének munkatársa, irodalmi szerkesztője és ma nyolán irodalomtörténész, szintén a főigazgatói kabinet kulturális csoportjának tudományos munkatársa. Én Újhely Attila vagyok a könyvtár kommunikációs munkatársa. A Nemzeti Könyvtár kiemelt feladata a magyar nemzeti identitáshoz kapcsolódó értékek megőrzése és bemutatása. A mai csevej felvételünkön a Nemzeti Könyvtár égisze alatt működő Jeles Napok online tartalomszolgáltatásról szeretnénk beszélni. Egyből mondjuk is be a Jeles Napok tartalomszolgáltatás elérésének a, az URL-nek a címét. Ez a jelesnapok.osk.hu. A jeles napoknak nemrég volt nyáron, június 5-én egy sajtótájékoztatója, amikor is elmondtuk, hogy a, a Nemzeti Könyvtár Égisza alatt a 2007. januárja óta működő online tartalom szolgáltatás informatikai és arcolati szempontból is megújult. A jeles napok szolgáltatása az pedig nem más, mint az egyházi és világi ünnepeket, évfordulókat, emléknapokat, kiemelt magyar napokat bemutató, hatalmas adatmennyiséget és hatalmas képmennyiséget tartalmazó kereshető online tartalomszolgáltatást. Erről szeretnénk ma beszélni azzal a két kollégával, aki tulajdonképpen az egészet menedzseré és főszerkesztőként irányítja. Mitől különbözik ez a szolgáltatás a hasonló jellegű többi internetes oldaltól? Szeretettel köszöntök én is mindenkit, tehát nem tudom, hogy van-e hasonló jellegű oldal, illetve hogy mit értünk hasonlón, mert érthetjük a hasonlón azt, hogy egyfajta ünnepszedet, ünneplista, vagy pedig érthetjük azt, hogy tartalmszolgáltatás az OSK-ban. Mondhatjuk azt, hogy egyfelől nyilván különbözik, másfelől meg nem. Különbözik annyiban az egyéb ünnepeket felsoroló oldaltól, hogy ez valóban tartalomszolgáltatás. Tehát nem csak az a célja, hogy közöljük, hogy mondjuk az Elhízás elleni világnap az mikor van, hanem hogy közöljük, hogy mi ez, mi a tartalma, illetve hogy ehhez olyan dokumentumokat, leírásokat, szakirodalmi műveket és mindenek előtt. Az országos Széchenyi könyvtár állományából származó dokumentumokat kapcsoljunk, amelyeket ezáltal is be tudunk mutatni az embereknek. És ha már a hasonlóság és a különbség, hát természetesen annyiban más, mint az új generációs szolgáltatásai az OSK-nak, hogy ez nem egy gyűjteményi szeletet mutat be, mint például a kópia, amely azt mondja, hogy babics leveleket mutatok, vagy a petőfi hagyaték részeit, hanem ez egy heterogén szolgáltatás ebből a szempontból, hiszen az OSK sok-sok gyűjtemény részéből, a fotótártól, a kisnyomtatványtárig bezárólag válogat. Ilyen értelemben egy nyitott szolgáltatás is, amely szeretne bővülni, gyarapodni és fejlődni az elmúlt elkövetkezendő években, de ez még a jövő zenéje. Tehát mondhatjuk azt, hogy a jeles napok online tartomszolgáltatásnak a célja az volt, hogy a nemzetközi és magyar egyházi és nem egyházi napokon keresztül megmutassuk azt a hatalmas tudás mennyiséget, ami a nemzeti könyvtár birtokában van, a képektől, a szövegeken át? Igen, ez a cél. Eredetileg, ugye említettük, hogy említettet, hogy 2007 januárjától van az Országos Széchenyi Könyvtárban a szolgáltatás egy bő fél évvel korábban indult el még az Országos Széchenyi Könyvtár keretein kívül az akkori nagyon János is Könyvtárban. Oktatási segédanyagként, de hát az oktatás ugye valóban egy tudáshalmaszt próbál átadni, és felmutatni a mindenkinek tulajdonképpen, itt, itt ma már odáig eljutottunk, hogy ez bárkinek szól, ugye, aki az interneten vizsgálódik, és aki egyébként valóban arra is kíváncsi, hogy mi van az országos széchenyi könyvtárban, könyveken kívül, vagy esetleg folyóiratokon, újságokon kívül, kevesen tudják, hogy itt milyen nagyon gazdag állomány van. Annak idején nem lehetett ezt megmutatni, hiszen nem a Széchenyi Könyvtár szolgáltatása volt, tehát például gyűjteményi jogok miatt, egyáltalán hozzáférési problémák miatt abból tudtunk építkezni, ami akkor elérhető volt az interneten, és többek között ugye már akkor is nagyon gazdag a Magyar Elektronikus Könyvtár állományára is építettünk, illetve hát a Digitális Irodalmi Akadémiára, ami akkor, ez ma már történelem, de része volt ugyanennek a cégnek, ahol készült a jeles napok, és tehát szövegek voltak benne, interneten elérhető szövegek részletei. Nem az volt a cél, hogy teljes szövegeket megmutassunk, regényeket, novellákat, akár verseket sem, hanem, hanem részleteket, de miután ez mind megkattintható tartalom volt, hát valahol a háttérben az interneten ott volt, csak eligazította a szolgáltatása az érdeklődőt, ott volt a teljes állomány. És hát ezen kívül aztán ugye az elmúlt időszakban, és ez tényleg a megújulás tehát a bemutatást megelőző hónapok megújulására tehető, hogy az a Széchenyi Könyvtár gazdagállományával bővült az anyag. A köztes idő, ugye az a húsz év, az egy kicsit olyan alvó üzemmódban volt, de gyakorlatilag működött, a, elérhető volt a jeles napok, csak még nem tudtuk felmutatni mindazt, ami kezdettől fogva a 2007 óta tervünk volt, hogy ez a, egy egyedülálló szolgáltatás, mert nincs ilyene a Széchenyi könyvtárnak, amiben minden elvileg nyilván nem számszerűen, de a gyűjtemény sokféleséget teljes egészében megjelenhet. És az első kérdéshez is visszakapcsolódik ez, hogy mennyiben más, vagy mennyiben új. Mert ugye az ünnepek egyrészt önmagukat hordozzák. Tehát nyilvánvaló, hogy oktatási segédanyag az ünnepek listája, az ünnepek sora abból a szempontból, hogy ebből meg lehet tudni október 6-áról, március 15-éről, vagy éppen Segesvári ütközetről tényeket, információkat. Ugyanakkor viszont ezek az apropók amolyan kis antológiákat szerveznek amelyekhez társítjuk ezeket a különféle tartalmakat, amelyeket Jolán az előbb elmondott. Tehát egy nagyon komoly szerkesztőségi munka van itt a háttérben. Hiszen egyrészt már digitalizált tartalmak kerültek ide, másrészt pedig célirányosan ennek a szolgáltatásnak a számára digitalizált tartalmak, és természetesen ez így folytatható tulajdonképpen a végtelenségig. Ez a szolgáltatás nekem leginkább egy ilyen kalendáriumhoz hasonlít, ami úgy néz ki, mint egy ilyen Hatalmas adatbázisú kereshető kalendárium. Ha már tartalomról volt szó, akkor próbálja meg összeszedni, hogy milyen tartalmat talál itt a, az, aki felmegy a yelesnapok.osk.hura-ra. Tehát vannak egyszer ünnepnapok, egyházi ünnepnapok, világi ünnepnapok, vannak hónapok megemlítve, és mi még. Azt szoktuk mindig mondani, hogy nagyon érdekes az a tény, hogy maga a kalendárium, struktúra, az többé-kevésbé ott van mindenkinek a fejében. Azt is mondhatnánk, hogy egy rejtett menürendszer. Mert ahogy te is elkezdted sorolni, ott vannak a hónapok, mindenkinek a fejében ott vannak bizonyos ünnepek, bizonyos nemzeti ünnepek, egyházi ünnepek, névnapi ünnepek. Ez egy sajátságos, saját kalendárium mindenkinek a számára, kiegészítve természetesen a családi vonatkozásokat is. Tehát egyrészt adódott, hogy ez a struktúra megjeleníthető hónapok, a hónapokon belüli ünnepek és évfordulók, Másrészt pedig nyilvánvaló az internet adta lehetőségeket kihasználva hozzá lehetett ehhez varni, hogy különféle szűrési feltételekkel csoportokat lehet képezni. Ez a csoportképzés a háttérben szintén egy nagy előkészítő munkát igényel, mert természetesen az egyes ünnepeket túl azon, hogy ahogy soroltad egyházi ünnepek, vagy világi ünnepek, világnapok, vagy magyar kiemelt napok, további csoportokba be lehet és be kell sorolni, például az évforduló Esetében, amelyek sok százan vannak a, a listában, és tulajdonképpen születésnapokat jelentenek. Ott ezeket a születésnapokat kezdve mondjuk magyar írók, mondjuk Móri Zsigmond születésnapja, mint ünnepoldal születésnapját be kell sorolni más típusú szempontok szerint is, hogy ugye egyrészt ez művész emberre vonatkozó, másrészt író, költő csoportba tartozó, harmadrészt pedig ugye az irodalom tematikájához tartozó. És ezek a feltételek Azért fontosak, mert minél nagyobb egy ilyen gyűjtemény, tehát minél számosabb benne az ünnepeknek a listája, jelenleg kb. 1800 ünnepoldal, annál inkább szükséges, hogy különféle feltételekkel ne csak böngészéssel és ne csak kereséssel, hanem szűrési eszközökkel is feltáruljon ez a tartalom az emberek számára. Mondok megint egy példát, ma, amikor ez a felvétel készül, október elsője van, amely többek között a zene világnapja, többek között az idősek világnapja. Nyilván ezt valaki az októberi ünneplistából is megtalálja, de megtalálja a világnapok közötti szűrésben, és a világnapok között szűrhet olyan módon is, hogy ő csak a kultúra kapcsolatos világnapokat kéri, ekkor megjelenik a zene világnapja természetesen, vagy pedig csak a társadalommal kapcsolatos világnapokat kéri, és akkor az idősek világnapját is megtalálja. Ez szerint a feltétel szerint is. Ez egy óriási munka, és most puskáznom kell, azt olvasom, hogy az ünnep oldalakon jelenleg csak nem 7000 szépirodalma és szakirodalmi idézet olvasható. Kiválogatta ezeket? Hát a szerkesztőség tagjai, alapvetőleg ugye támaszkodtunk a korábbi idézetekre, és ezt a lehetőségekhez képest bővítettük. Ugye önmagában a megújulás sok munkát adott, tehát egy másfajta bővített struktúra, amit az előbb Anna Mária mondott is, azon kívül pedig, hát mivel ez egy abszolút nem lezárt szolgáltatás, és nem csak olyan értelemben nem lezárt, hogy ha a gyűjteményi honlapjainkat nézünk, adatbázisainkat, akkor ott azok sem lezártak, hiszen egyrészt folyamatosan kerülnek beléjük a anyagok, másrészt meg ahogy gyarapodik a gyűjtemény az újabb anyagokkal, viszont ezeket aztán nem kapcsolják, társítják különösebben, tehát valóban adatbázisként működnek, mi viszont ugye a kis szürkállományunkat használtuk, és hát ehhez hozzá kell tenni rögtön ezt a mesterséges intelligencia kérdés, mert azt lehetne mondani, hogy mi szükség van ugyanerre, hiszen ha digitalizáljuk a dokumentumokat, és azokat mondjuk tártszavazunk, bár a tártszavazáshoz is kell szürkállomány, tehát azt tudja a mesterséges intelligencia használni, amit felajánlunk neki, de így se fogja megtalálni, illetőleg adott esetben mindent nem fog megtalálni, sok minden talán meg fog találni, de rengeteg minden nem fog megtalálni, mert nem csak a tárgy szavaké a világ, tehát a szövegekben lehetnek olyan utalások, amihez ismerni kell a szép irodalmat, olyan, tehát kell egy bölcsésztudás, sokszor lenézett tudás, ami ugye elvileg kevéssé használható a piacon, hát nagyon is használható, és napról napra azt lehet észrevenni, hogy egyre inkább szükség van a megalapozott tudásra. Még a mesterséges intelligenciához azt fűzném hozzá, hogy a mai fiatalok ugye nagyon szeretik a kvízeket, amikhez egy lexikális tudás kell, és miközben temetjük a lexikális tudást, mondván, hogy minek, hiszen majd a csetrobotok úgyis mindent megválaszolnak, leszűrik nekünk a netről az érdemes információkat, a közben van egy ellen tendencia, tehát, hogy a, miért szeretik a fiatalok ezeket a kvízeket, a legkülönbözőbb témákban, igen, nehéz kvízeket, tehát nem triviális kérdésekre válsznak, most nem televíziós műsorokra gondolok, de akár azokra is, hogy főműsoridőben tulajdonképpen ismeretanyagra épülő, ami a fejünkben van, ugye elférre tesszük a telefonunkat, meg egyáltalán az internetes segítséget, vagy csak egyszer használhatunk különböző típusú segítséget, és nagyjából tudnunk kell a választ, Miért van ez, hogyha, hogyha valóban temetnünk kellene a fejünkbe levő tudást? információhalmaz, illetve van-e tudás információk nélkül, adatok nélkül. Nyilván nem kell felesleges számokkal végtelenségi terhelnünk magunkat, mert ennek valóban utána lehet keresni, de ha nincs elég adat a fejünkben, akkor nem tudunk föltenni kérdéseket sem az internetnek, vagy akár a csetrobotnak, és a csetrobot nem fogja helyettünk kitalálni azt, hogy mi hiányzik nekünk. Úgyhogy ezek a dolgok itt ebben a, ezen a honlapon is láthatók, hogy ezt nem lehetett volna automatizálni, és nem csak azért, mert még most esetleg nem tartott ez a terület, hanem azért sem, mert valóban vannak olyan vonatkozási pontok, amelyhez nem elég a mesterséges tudás feltétlenül, illetve nagyon mechanizált lenne, nagyon, nagyon kényszeres néha, az egész, és, és, valóban abból tudna válogatni, ami a, ami adott esetben a címszavakban feltüntetett. De ha mi arra a következtetésre jutunk, hogy Eszterházi Péter kapcsán ott Gézát is hivatkozunk el, az nem biztos, hogy az Eszterházi Péter ünnepoldalon, vagy ott Géza ünnepoldalon ott szerepel ennek a másik szerzőnek a neve címszóként, és akkor már egy ilyen automatizált keresés ez nem fogja megtalálni, és azt se fogja megtalálni, hogy mi az az idézet, amit használni kell a sok közösségben. Zől. Most erről, amit Jolán mondott, az jutott eszembe, amit Márai ír egy kevésé ismert regényében talán a Judit és az utóhangban van, hogy a műveltség élmény, mint a napsütés. És ezt a fajta élményszerűséget temeti egyrészt egyébként az a szöveghely is, ahol ez elhangzik. Azt mondja, hogy jön egy új ember típus, akinek már csak ismeretei lesznek. Aki viszont ebben az élményben él, mint ahogy reményeink szerint a Széchenyi Könyvtár munkatársai, illetve legalábbis a Széchenyi Könyvtár, mint olyan ezt képviseli, tehát hogy összefüggő rendszer egy vonzó világ a műveltségvilága, ahol a tudományterületek, vagy az egyes művészeti területek mesterséges elválasztása is csak egy pontig érvényes. És ezt képviseli egy kicsit, hitem szerint a jeles napok is, amely a kalendárium, mint Mankó mentén ezt a fajta élményt is igyekszik megmutatni, hiszen egy tulajdonképpen ö, mindenki számára elérhető egyszerű fogódzó kapcsán... Ö, ott találhatja magát ebben az élményben, egy ünnepoldal kapcsán képet, művészi metszeteket, régi dokumentumokat, hanganyagot, zenét, kollégák által írt kis eszéket olvashat, azaz egy élmény alakulhat ki benne, mondom, akár október 6-a, vagy mondjuk a zenevilágnapja kapcsán, és így tovább az, a egészíteném ki, amit Joli mondott, hogy annak, amiről beszélt, igazából két rétege van a szolgáltatásban, tudnélik a bölcsész háttérnek. Az egyik, hogy maguk az ünnepek is az egyes szűrési rendszereken túl még egyébként is kapcsolódhatnak egymáshoz. Ezt is megvilágítom egy-két példával. Mondjuk azt mondjuk, hogy Mohács emlékezete, augusztus 29-e a Mohácsi katasztrófa emléknapja. Ráadásul ugye közeledik az 500. évforduló. És ezt nyilvánvalóan nem lehet egy. Gépi intelligenciával hozzárendelni, hogy milyen ünnepek kapcsolódhatnak ehhez. Például kapcsolódik hozzá az egri Vár napja, kapcsolódik hozzá a törökök kiűzésének napja, a török Budapapja, hiszen asszociatíve ezek mind a török hódoltsággal vannak kapcsolatban. Ez a fajta tudás nem nyerhető ki egy gépi segítséggel. Másik példán megmutatva, ez egy drá még drámai példa, hogyha a holokauszthoz kapcsolódó magyar és nemzetközi emléknapokra gondolunk, akkor a a Holokausz Magyarországi Emléknapjához sajnos kapcsolódik Radnóti Miklós születésnapja is, vagy Szerbantal születésnapja, hiszen ők a holokauszt áldozatai voltak, a második világháború poklának az áldozatai voltak. Most ezeket a kapcsolódási rétegeket is mind szerkesztőként, kézzel egyenként kell megjeleníteni. És a másik réteg, amit jól elkezdett mondani, hogy, és amire a te kérdésed is vonatkozott, hogy egy-egy ünnepoldalon sok-sok száz, illetve összességében hát legalább 2000, de inkább több szépirodalmi részlet található. Ez ugye azt a célt szolgálja, hogy a szépirodalmat minden úton módon megpróbáljuk az emberek számára megjeleníteni. A bemutatón is mondtam ezt a példát, hogy az ünneplistába például felvettük Bálint Sándor ünnepi kalendáriumából aja a elhúzódó peres ügyek elfeledett régi szentje. Ugye azért került be a szolgáltatásba, mert Bálint Sándor minden olyan szentet fölvett, akinek a magyar hagyományanyagban van valamilyen tükröződése. Ő ennek ugye nagy tudója volt. Mi pedig természetesen átvettük ezeket. És hogy milyen irodalmi asszociációk kapcsolhatók ide? Hát olyan irodalmi anyagok, amelyekben elhúzódó pörökről van szó, és akkor klasszikusokat tudok beidézni. Például Jókai Mórnak a Kárpát Zoltányát, ahol ugye egy nagy elhúzódó pör körül forog a cselekmény, vagy szintén ide kapcsolható, akár Arany Jánosnak híres verse, Péter és Pál tudjuk nyárban jól megférnek a naptárban, és sorolhatnánk ezeket a példákat. Ilyen értelemben itt most megerősíthetjük azt, ami az elején elhangzott, hogy egyfajta nemes ismeret terjesztés is cél az oktatási segédanyag mellett, és nem csak az ünnepekről való tudás, ami nagyon fontos például, ha mondjuk a közeledő október 6-áról van szó, de nagyon fontos akkor is, hogyha periférikus ünnepekről, vagy régelfeledett ünnepekről van szó. Például nemrégiben volt Szent Jeromos névünnepe, jelesült tegnap, szeptember 30-án. Ő ugye az egyik nyugati egyházatja, és lehet mondani, hogy kit érdekel ez a XXI. században, ugyanakkor hozzá kapcsolódik a Fordítók és a Tolmácsok nemzetközi napja, mert hogy ugye ő az, aki lefordította a vulgátát, ilyen értelemben a Szentírás általa kerül be, vagy általa is az európai kultúra vérkeringésébe, és hát nem kell mondani, hogy ez mint fordítási teljesítmény, egy alapvető régi hivatkozás, és egy egy, egy minőségi alap. A júniusi sajtótájékoztatón elhangzott, hogy 1028 évforduló 691 ünnep, ebből 301 házi ünnep, 45 jeles nap, 1124 kiemelt magyar nap és 278 világ és nemzetközi nap leírása található, olvasható benne. Ez azt jelenti, hogy valamiféle rekorder is ez a, ez a honlap, vagy csak azt jelenti, hogy tulajdonképpen minden össze van kötve mindennel, és egy óriási tudás és adatbázis mozgatható mögötte, amely még, még jobban tovább bővíthető egyáltalán, hova bővíthető még ez, hogyha már ebbe szinte minden benne van. Nincs azért benne minden. Uh, ahogy említettem is, ugye a megújuláskor uh, azt a fajta valódi bővítést uh, nem tudtuk uh, teljes egészében fölvállalni, hogy új ünnepek is kerüljenek bele, egy-két kivételtől eltekintve, amit uh, úgy gondoltuk, hogy meg kell tenni, de például a elég gazdag a tudománytörténeti szelet, ami annak idén bekerült már a napra, vagy fölkerült az ünneplistára. Ehhez képest bizonyos területek nincsenek, például a természettudományi vonal viszonylag jól van képviselve, de hát persze ott is mindig lehet találni még oda kerülhető évfordulót, de ehhez képest például a zenei részt az bőven lehetne bővíteni, és most pontosan az által, hogy a Széchenyi Könyvtárnak ugye van a színház történeti zeneműtár, zeneműtári részlege, ezért itt vannak szakemberek, akik ebben a segítségünkre lesznek, olyanok is, akik esetleg majd ezután kapcsolódnak még be a munkába, illetve eddig is már sok mindent segítettek. Ugyanígy a színház történeti vonal is, tehát ha azt nézzük, akkor a gyűjteményünk, és nem csak a törzsgyűjtemény végtelen gazdagsága, meg folyamatos szintén gyarapodása, hanem a külön gyűjteményeink gazdag anyagaiból is még rengeteg minden fölkerülhet. Ehhez lehet is kapcsolódni, ezen épp a színház történeti tárban a kollégák már készítettek egy listát, aminek a tartalmát is elküldték nekünk, úgyhogy a napokban fogjuk ezeket bekötni, ami ugye azt jelenti, hogy új ünnepoldalakat hozunk létre az adatbázisban, ami a 19. századi színház történethez kapcsolódó tartalommal bővíti a jeles napokat. A jeles napok kapcsán fel lehetne tenni azt a kérdést, hogy kiket tekintünk felhasználóknak. Egyrészt már erre válaszoltunk, mert rejtettem mindenkit. De ugyanakkor vannak arra nézvést visszajelzések, hogy az elmúlt szűk 20 esztendőben, ugye 18 éve van kinn a neten, nagyon sok tanár használta például ünnepeknek a gazdagításához, sőt én ismerek olyan rádiós szerkesztőket is, akik ezt gyakorta használják, éppen azért, mert irodalmi idézeteket tud innen társítani adott aktuális műsor mondjuk felkonfjához. Tehát mindenképpen hasznosul a szó szoros értelmében. Ugyanakkor pedig ugye az internet egy olyan közeg, ahol hát ezt is jelenti a neve maga, ugye ez a latin-angol összetétel, hogy egy hálózatos tudás. És az ünnepek, mint asszociatív tér önmagában, vagy önmagukban hálózatokat jelenítenek meg. Egyrészt mindenkinek van valami fajta kötődése bizonyos ünnepekhez. Mondok erre megint példát. László napot mindenki elég jól ismeri, akinek van László ismerős, azt tudja, hogy mikor van. De ugyanígy sorolhatnék névnapokat, Katalin nap és a többi. Azt viszont nagyon kevesen tudják már, hogy ezek a nagyon ismert nevek, Miért akkor vannak, egyáltalán honnan vannak ezek a névnapok? Ezek általában a, a, keresztény hagyományanyagba, vagy, vagy az tágabban a zsidó keresztény hagyományanyagba visznek minket. László napja konkrétan a magyar hagyományba, Szent László királyunk legendájihoz, hagy mondjam így. Katalin nap, a november 25. Katalin nap, az pedig Alexandriai Szent Katalin ókeresztény keresztény szenthez. Na most egyrészt lehetnek ezek elfeledett rétegek, vagy azt mondjuk, hogy nincs ezekre szükség. Másrészt viszont, aki otthonosan akar mozogni az elmúlt 20-22 2000 év európai és magyar kultúrájában, annak létszükséglete az, hogy az úgynevezett zsidó-keresztény, vagy az antik gyökerekkel is felvértezett európai kultúrában mozogni tudjon, hogy ismerje ezeket. Tehát nagyon fontos lenne minden alkalmat megragadni, hogy ezeket a tudás elemeket eljutassuk az emberekhez hálózatosan. Ugye itt arról is szó van, hogy, hogy az emberek kattingathatnak, és leegyszerűsített módon egy-egy részletet találnak meg, és nem feltétlenül kell továbbolvasniuk de el tudom azt is képzelni, hogy egy-egy ünnep kapcsán valakinek egy teljes újdonságot mutatunk meg. Ráadásul nagyon jó játék is ez a szó legnemesebb értelmében, hogy hogyan társítjuk például a Széchenyi Könyvtár gazdag plakát állományának a képeit az egyes ünnepekhez. Ezt talán másút is mondtam példaként, hogy mondjuk a Pixalámiról készült 20-as évekbeli plakátok például ott vannak az elhízás elleni világnapnál, amely ilyen értelemben nyilván periférikus, másrészt meg ha valaki éppen ezt adott napon megtalálja, akkor egy nagyon fontos és minőségi osk dokumentummal találkozik. De ugyanígy sorolhatnánk a kollégáink által írt blogposztokat is, amelyeknek éppen Jolán a főszerkesztője, amelyek azóta is születtek szép számmal, hogy bemutattuk júniusban ezt a szolgáltatást, és éppen most kerültek be az egyes ünnepoldalakhoz kapcsolódó dokumentumként, kapcsolódó tartalomként az újonnan megírt blogok. És ez fontos, mert újra hasznosul. Tehát ez is az internet, ugye, hogy ágas-bogas keresztül kasul, és az osk s tartalmak, amik, ami ilyen-olyan szolgáltatásainkban vannak, egy újabb szempont kapcsán újra előjöhetnek a kalendárium adta struktúra szerint. Akkor azt mondhatjuk, hogy folyamatosan bővül ez az amúgy is óriási mennyiségű adathalmaz? Igen, folyamatosan bővül, tehát nincs célunk meghatározni, hogy eddig és ne tovább, nem is tudhatjuk, lehetnek új ünnepek, világnapok, nemzetközi napok, ezek nagyon-nagyon nagy számban bővülnek, tulajdonképpen ez az egyik legnehezebb és legnehezebben megfogható ünnepcsoport, mert a legkülönbözőbb témákban vannak a világnapok, és, és nem biztos, hogy az a klasszikus gondolkodás, hogy idézeteket, kulturális idézeteken keresztül is meg tudjuk ezeket közelíteni, de nyilván fontosak, hiszen azért lettek, kaptak nemzetközi és világszintű elismerés, mert valami fontos kérdésre világítanak rá. Úgyhogy itt nagyon-nagyon itt bővíthető, illetve hát gyarapítható az egyes oldalak tartalma további dokumentumokkal. És mivel ugye folyamatában van a digitalizálás, a gyűjteményünk digitalizálása, az ideális ugye az lenne, és erre is törekszünk ebben ezen a honlapon, hogy a már elérhető digitális tartalmainkat használjuk, tehát ne erre a honlapra digitalizáljunk feltétlenül csak itt elérhető dokumentumokat, hanem, hanem ezáltal is felmutassuk azokat a nagy adatbázisokban, ugye valahol csak eltűnő dokumentumokat, hiszen hiába tudjuk, hogy ott van nem tudom én hány millió dokumentum, ez így önmagában egy nagyon szép szám, de mit kezdünk vele? Ugye ha nincs a tudás a birtokunkban, nem csak régi, hanem új ünnepnapok is vannak a jeles napokban. A kortárs ünnepekhez, vagy kortárs világnapokhoz használunk kortárs idézeteket, vagy más ö, kortárs csatlakozó tartalmat? használunk természetesen, itt esetleg a szerzői jog problémája merülhet föl, mert azt talán sokan tudják, hogy régi szövegeket lehet használni az újabb szövegeknél, és itt pontosan nem tudják, hogy ez mit is jelent, itt, itt ez a jog meghatározza, hogy a szerző halála után 70 év még a szerzői jog érvényességi időszaka utána válik közkincs egy szellemi termék, ez nem csak a szövegekre vonatkozik, de idézni lehet, és ahogy említettem, még olyan szerzők esetében is, ahol tulajdonképpen a teljes művet, mondjuk egy teljes verset, mert nyilván nem fogunk egy regényt közölni egy ünnepoldalon, de mondjuk egy rövidebb verset kiíratunk, nem feltétlenül fogjuk az egész verset idézni, viszont megkattinthatóvá tesszük. Úgyhogy ez a fajta elvez mindenhol szerepel, hát persze, ha van egy négy sorosunk, akkor abból nehéz idézni, és ott nagyon jó, hogyha be lehet a teljes egész ben hivatkozni ezt a rövid Szöveget. De... Hát erre jó például a Digitális Irodalmi Akadémia, ahol jogtisztán vannak fent kortárs szövegek, és még valami a, az új keletű ünnepeknél, például, hogy egy magyar példát mondjak, a Magyar Szórvány napja néhány évvel ezelőtt lett állami hivatalos ünneppé, ez Betlen Gábor fejedelemnek a születésnapja, november 15-e. Hogy miért van így, ezt most egyelőre hagyjuk is, de hogy például itt is jelentkezik a feladat, hogy a Magyar Szórványnapja Was uh például irodalmi idézeteket kéne még keresnünk. Ez az ünnepoldal ugyan fölépült már, és van is némi nemű tartalom itt, de azért, hogy ehhez irodalmi szövegek kerüljenek, amelyek azt a tartalmat világítják meg, hogy ugye a magyarság nem csak egy tömbben él határainkon kívül több helyen, hanem valóban szorványban is, akár Nyugat-Európában, vagy akár, akár az európai területeken kis zárványok On. Ez azért munka, tehát utána járni, utána gondolni, műveltségből vagy kereséssel társítani ezeket a szövegeket, ez munka is időigényes feladat. És ugye a Joli is említette, hogy hogy az értő kollégák segítsége, hát nyilván a, a zenetörténeti eljövendő bővítés, vagy a fototörténeti bővítés a vonatkozó kollégáknak a közbejöttével lehetséges majd, akiknek egy olyan speciális háttértudás van a fejükben, hogy nem kell keresgélni, mert az ott van neki. Hogy kapásból fogja tudni, hogy ahhoz a, nem tudom én, fototörténeti szempontból izgalmas férfiúhoz milyen adatok, milyen idézetek társíthatók adott esetben. Ehhez kapcsolódna egy kérésem, ha már a kollégákról esett szó ugye ez egy régi szolgáltatás, ami most újult, meg nem régen. Megpróbálnátok fölidézni azon kollégáknak a neveit egyfajta tiszteletadásképpen, akik ebben a hatalmas adatmennyiségű és hatalmas munkát tartalmazó jeles napok szolgáltatásnak a részei voltak? Tehát két rétege van, amint mondtuk. Egyrészt a Najmanházban készült alapréteg, az a bizonyos irodalmi szövegkorpusz az ott készült alapvetően, ami most is ott van. Mi voltunk már akkor is, akik ebnek a mozgatói voltunk részben. Másrészt a Najmanházban házban voltak kollégáink. Tehát egyrészt a Najmanház ház egykori irodalmi szerkesztősége, másrészt a Digitális Irodalmi Akadémiában dolgozó kollégáknak a sora, akikkel együtt dolgoztunk, és akiket meg is hívtunk a mostani megújításra. És a természetesen az informatikai terület, amely létrehozta és fenntartotta, működtette ezt, a, ezt az adatbázist. És akkor itt van egy szezóra 2007-tel, egyfajta alvó üzemmód, ahogy mondta Joli, ami azt jelentette, hogy ezt az öregedő szolgáltatást védeni kellett. Itt nagyon nagy szerepe volt a mindenkori informatikájának, az OSK-nak, már nem dolgozik itt nálunk Kazsoki Gábor és Zahár Zsolt, akik tényleg mindent megtettek, hogy az egyre inkább támadásoknak kitett szolgáltatást védelmezzék, konténerbe zárva. Másrészt most a megújítás során, ha már az informatikát mondom, akkor Timár Csaba volt, aki a fejlesztés oroszlán részét elvégezte, és Seregé Ákos volt az ő segítsége. Aztán a betöltés során nagyon komoly segítséget adott szintén kollégánk Szalai István, akivel az ünnepstruktúráknak a, a betöltését végeztük. Ugye erről nem esett szó, hogy most amikor megújítottuk a szolgáltatást, a nulláról építettek föl. Tehát ez nem olyan, mint amikor egy házat tataroztak, hanem a régi szolgáltatás az megvan most is a zárt rendszeren belül egyrészt archiválva, másrészt pedig elérhető számunkra, de levettük az internetről. A nulláról építettük föl az egészet, mert hogy olyan szinten újult meg strukturálisan, hogy nem lehetett már máshogy ezt csinálni. Tehát a betöltésben óriási szerepe volt Szala István kollégáknak. És akkor itt vannak azok a kolléginák, főleg Völgyek, akik például a Magyar Elektronikus Könyvtár és az Elektronikus Periodika Központ munkatársaiként, vagy egykori munkatársaiként, minden esetre jól ismervén ezeket az adatbázisokat, segítettek abban, hogy egy-egy témához kapcsolják azokat a teljes vagy részdokumentumokat, ugye könyvekről és periódikákról van szó, amelyek ö, bekerülhettek ö, az egyes ünnepekhez kattintható linkként. Nagyon sokat, és kiemelek most külön valakit, Simon Jennifer kollégánk nagyon sokat dolgozott, nem csak, hogy ö, azt a munkát végezte el, amit vállalt, plusz munkaként, hiszen ezek nagyon komoly plusz feladatot jelentettek az elmúlt tavaszon és koranyáron, hanem ő még azóta is, és újra és újra hozzányúlván az adatbázishoz, még amikor úgy érzi, hogy talál valamit, ezeket társítja, hiszen maga a MEC és az EPA is folyamatosan gyarapszik. És ugye mi meg látjuk az adatbázisból, én éppen mielőtt följöttünk az interjúra, az adatbázist néztem, és én is beléptem valamit javítván, és láttam, hogy, hogy ugye hogyan lépnek be a kollégák. Tehát nagyon nagy köszönet illeti őket is, és... Tóth Péter kollégánk például, aki ugye szintén interjúkat szokott készíteni ebben a cseveiben is például, ő pedig azokat a YouTube-ra kitett, az OSK YouTube csatornájára kitett tartalmakat segített válogatni, amelyek szintén kapcsolódhatnak egy-egy ünnephez, hiszen az elmúlt években, sőt mondhatnám másfél évtizedben az OSK nagyon sok tartalmat publikált ezen a csatornán is, és például egy-egy kiállítás megnyitó, mondjuk nem tudom én, volt itt jékeli kiállítás, ami kapcsán egy, egy megnyitóról készült rövid videó etűd, természetes módon kapcsolódik Jékeli Zoltán születésnapjának az oldalához. Kálóci Csillát mindenképpen szeretném kiemelni, akinek köszönhetjük azt, hogy átkerült a szolgáltatásba az a már megemlegetett sok ezer irodalmi szöveg idézet a régi szolgáltatásból. Ez egy hatalmas munka volt. És a végén még hadd említsem, meg török máté nevét is, akinek pedig azt köszönhetjük, hogy ilyen napsütötte és derűs lett a megújult szolgáltatás arculata. És hát sorolhatnám még tovább a kollégákat, tényleg ilyenkor szokták elmondani, hogy nem tudunk mindenkit felsorolni, de azt kell mondani, hogy arányaiban a, a szerkesztésnek a, a nagy feladata, az azért jól áll, és az én vállalomon nyugodott, és nyugszik a továbbiakban is, hiszen nekünk kell szólnunk egyes területeket képviselő kollégáknak a továbbiakban is, hogy segítsenek, tehát behívni, mint egy aktiválni ezeket az erőket, és hát reméljük, hogy fogjuk tudni ezt folytatni, mert ugye mindenkinek a számára ez egy plusz feladatként jelentkezik természetesen. Hát egy fantasztikus témát próbáltunk meg így bemutatni röviden, de mindenkinek inkább azt javasoljuk, hogy kattintson a jelesnapok.osk.hu oldalra, és kezdjen el böngészni. Ez volt a Nemzeti Könyvtár Cseve nevű podcastjának 30. adása, aki kérdezett új helyi a Könyvtár Kommunikációs Munkatársa, akik válaszoltak Sudár Anna Mária és Jolán, akiknek köszönöm szépen, hogy a vendégeink voltak, Solmosi Jákos hangmérnök segítette a munkánkat, köszönöm, hogy meghallgattak minket, és remélem, hogy hamarosan újra találkozunk, mindenkinek minden jót!